Sziasztok! Az új adag egy nagyon aprócska játékkal indul, a LEGO Builders Journey-t Tune-up Gáspár ajánlotta, és az elmondása, illetve az előzetese alapján annyira megtetszett, hogy kb. Másnap meg is vettem. Bár LEGO van a címben és LEGO világban is játszódik, de ez nem a szokásos licenszelt kalandjátékok közé való. Tudjátok, mint a LEGO Harry Potter, LEGO Star Wars, LEGO Batman, LEGO Jurassic Park, LEGO Karib-tenger kalózai, LEGO Indiana Jones, LEGO Gyűrűk Ura... Kihagytam valamit? Ja igen, LEGO Avengers, LEGO Hihetetlen Család, LEGO Hobbit, LEGO Rock Band, LEGO LEGO Movie... Úristen, azt hiszem erre a napra elhasználtam a LEGO szót. Szóval ez a játék nem ezek közé tartozik, hanem egy önálló kis két-két és fél órás puzzle játék, ahol egy LEGO kisrácot és apukáját kell terelgetnünk mindenféle akadályokon keresztül. A kisrác csak egy bizonyos fajta kockára tud rálépni, így ezeket kell megfelelő helyre pakolnunk, hogy átugráljon rajtuk. Messzire persze nem tud ugrani, ez nem LEGO lesz, úgyhogy a környezetben található többi kockát felhasználva kell utakat és hidakat kreálnunk a kis lurkónak, később ezt megbolondítják egyéb dolgokkal, mindenféle gépezetekkel, csúszdákkal, liftekkel, lesz, hogy időre kell csinálnunk mindezt, de a lényeg mindig ugyanaz, építeni a továbbjutás útját. Végtelenül kedves és szerethető játék a LEGO Builders Journey, nagyon tetszett a látványvilága ezekkel a semmiben lebegő kis LEGO szigetekkel, illetve az is, hogy szinte sosincs egyféle megoldás, hanem a lehetőségeinkhez mérten úgy pakolgathatunk, ahogy nekünk tetszik. Mindezekkel együtt nem egy nagy vasszizdasz a játék, a kihívás nem különösebb, ebben komoly, egyszer sikerült elakadnom, amikor ennél a zászlónál konkrétan nem engedett semmit csinálni, de ez inkább bug gyanús, valamint az irányítás kontrollerrel kicsit kényelmetlen az izometrikus nézet miatt, de egyébként nem egy rossz kikapcsolódás. Két zúzós, gyilkolós, mész és lősz játék között kifejezetten jól tud esni ez a kis nyugis LEGO túra. 3500 forintot simán megér, de szerintem hamarosan a Game Pass és a PS Plus is vendégül fogja látni, mert ez tipikusan egy olyan játék, ami ott találhatja meg igazán a közönségét. Én drukkolok neki. Következő a Shadow Warrior 3, melynek mindkét előző részéről beszéltem már, bár egyikről se a Retro Gamer csatornán, hanem még a Bad Movies-on. Az első részt nagyon szerettem, egy jó kis klasszikus shooter volt, kiváló gunplay-jel, jó pályákkal, remek nehézségi görbével, vagány játék volt. A második viszont rendesen felcseszett a túltolt RPG-skedésével meg a random pályáival, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy a 2022-es harmadik rész vajon melyikhez áll majd közelebb. Inkább fasza, vagy inkább agyfasza? Vajon megint beszippant ez a jó kis old school játékmenet, vagy récskvittelek belőle pár óra után? Vajon milyen lett a Shadow Warrior 3? Teljesen oké. A harmadik résszel hál' Istennek elvetették a nyitott pályák ötletét és visszatértek az első rész linearitásához, aztán át is estek a ló túloldalára. Ez konkrétan egy csőjáték, ahol közepesen nagy arénák és rövid ugrálós lengedező szakaszok váltogatják egymást. Utóbbiról nem sokat tudok elmondani, kicsit a Tron Legacy-re emlékeztettek, de annyira azért nem jók. Talán ha hosszabbak lennének, akkor lehetne flója, de így tényleg csak arra jó, hogy fellélegezhess két zúzás között. Az arénák viszont nagyon durvák. Érezhetően elég sokat merítettek a Doomból. Rengeteg az ellenség és a nagyobb dögök mocskosul erősek, ráadásul mindegyikhez más taktika kell. Persze nincs túl bonyolítva, van aki távolról érdemes sorozni, van aki ellen a kard lesz a leghasznosabb, vagy a shotgun, gránátvető, stb. De annyira sokan vannak, hogy már ez a full alapmechanika is brutál módon feldobja a harcokat. Ja, és mellettük rohangálnak a kis impek, akikből grindolni lehet a kivégzéshez szükséges pontokat. Ez is nagyon hasonló a Doomhoz, csak itt nem az ellenség legyengülésétől függ, hogy kivégezhetjük-e, hanem hogy van-e egy vagy több ilyen pontunk. Kivégzéskor pedig mindig kapunk életet, plusz valami extrát. Általában elvesszük valamiüket, amit utána fegyverként tudunk használni, a kardjukat, a lábukat, a fejüket, a magot a lebegőszékükből. You can always file a formal complaint.
A kedvencem ez a szemgolyó volt, ami rohadt látványosan, érted? Látványosan elkezdi szétkaszabolni a körülöttünk lévőket. Amellett, hogy nagyon sok ellenséget kapunk, mindezt rengeteg hullámon keresztül kell túlélnünk, és közben nincs mentés. Ha meghalunk, akkor mehet az egész előről. Szerencsére ez nem egy Dark Vampires, The Shadow Warrior of Dust. Lehet mozogni, és tudunk is, és kell is, mert ha fél másodpercre megállunk, akkor azonnal mázsástól szakad a nyakunkba a szar. Yeah, I don't think your insurance will cover that. Yeah. Gunplay abszolút rendben van. Az első része jobban tetszett, de a másodiknál simán jobb. Ami viszont nem jött be, hogy a fejlődés nagyon tessék-lássék. Lehet fejleszteni a főhőst és a fegyvereket is gömbök gyűjtögetésével, de egyiken se éreztem, hogy olyan sokat hozzáadtak volna a dologhoz. Viszont ki kell emelnem a bosszokat, amikből sajnos csak kettő van, de azok fantasztikusan jók, csak ezek is hosszúak és így sincs mentés, úgyhogy kössétek fel a gatyát. A grafika is korrekt, ahogy az egész játék. Egyedül technikai problémák fordulnak elő, az FPS hajlamos csúnyán beesni még Series X-en is, de szerencsére nem harc közben, hanem inkább a nagyobb ugrálós szakaszokon, ott meg igazából nem gamebreaker, csak kicsit zavaró. A másik komoly baj, hogy nagyon rövid a játék. Kb. 6 óra alatt kipörgethető normál fokozaton, van egy survival mód, akár csak az első részben, ami amúgy tök jó, de azért a 17 000 forintos alapárat így se tudom hova tenni. Game Pass-en keresztül viszont érdemes rápróbálni, vagy komolyabb leértékelés esetén, mert amúgy ez nem egy rossz játék, csak kicsit kevés. Következik az ügyeletes Metroidvania, az első ügyeletes Metroidvania, ami ezúttal a Vernal Edge címet viseli. Ebben egy Vernal nevű karakterrel kell edgy dolgokat csinálni. Nem tudom, megint nem volt türelmem elolvasni a rengeteg feliratot, úgyhogy nem követtem a sztorit. Az egyetlen, ami feltűnt, hogy az ellenséges népet vagy fajt, nem tudom mit, Telekomnak hívják. Ja, ez már a nagyon sokadik ilyen játék, ráadásul nem is egy különösebben érdekes darab, úgyhogy rövidre fogom a dolgot. Vernalt irányítva kell egy csomó szigetet felfedeznünk, amik között egy cuki kis hajóval tudunk utazgatni. A szigeteken különböző ügyességi feladatokat kell megoldani a továbbhaladáshoz, amikhez begyűjthetünk mindenféle képességet, falonfutás, dash-t, egy dash-sel kevert duplaugrást, stb. A szokásos cucc. És természetesen kapunk lepofozásra váró ellenségeket, legtöbbször arénákba zárva. A harchoz szintén tudunk különböző fejlesztéseket szerezni, amiket adott számú úgynevezett memória foglalatba tudunk bepakolni. A poén, hogy a foglalatok száma bővíthető, így fokozatosan egyre több fejlesztést tudunk aktívra állítani. Emellett van egy tök jó élettöltő lehetőség, a kardunkat bele tudjuk vágni valamelyik ellenségbe, és aztán arra rárepülve bevihetünk egy nagyon komoly támadást, amiután kapjuk az élettöltőt. Már ez önmagában nagyon taktikussá teszi a harcokat, és akkor még ehhez hozzájön, hogy vannak különböző varázslataink is, valamint egy stunloló támadásunk, amivel kiüthetjük az ellenfeleket, viszont a nagyobb dögökhöz sokszor több ilyet is be kell vetnünk, hogy megfeküdjenek, a bosszokról nem is beszélve. Marha jól ki van találva, azt kell mondjam. Természetesen minden tele van titkos helyekkel, ahogy illik, úgyhogy gyűjtögetni rengeteg mindent tudunk. Az irányítás teljesen jó, simán lehet fel alá rohangálni a pályákon, és a nehezebb kunsztokat is be lehet gyakorolni némi bénázás után. Az meg különösen nagyon, de nagyon, de tényleg rendkívüli módon tetszett, hogy a platform részeken nem tudsz meghalni. Akárhányszor leeshetsz, vagy belefejelhetsz a tüskékbe, nem kell újra kezdened, az életed egy bizonyos minimum alá nem fog csökkenni. Ami egyszerűen annyira nagy lelkű, hogy szabályosan zavarban voltam. Most az, hogy egy ilyen után simán egy arénában találhatod magad, ahol együttéstől kimúlsz, az egy másik dolog, de ez akkor is nagyon felhasználó barát megoldás. Egy szóval ez semmiképpen sem egy rossz játék, egy csomó tök jó megoldás van benne, az irányítás flott és kényelmes, a harcok intenzívek, de valahogy mégsem tetszett. Leginkább untam.
a helyszínekben nincs igazán fantázia, már most alig emlékszem bármire, ami történik a különböző pályákon, ha mégis akkor is csak az ilyen agyrohasztóan idegesítő részekre, mint ez a két mozgó platform, amin át kell jutni, köszönöm annak, aki kitalálta, meg a jó édesanyjának is. Semmiféle gyors utazás nincs, már persze, ha nem számítjuk a hajót, így mindig mindenhová gyalogszerrel kell eljutnod, ami nem annyira vészes, mert mint mondtam, az irányítás tök jó, de azért hosszú távon elég fárasztó, főleg úgy, hogy a játék nem igazán köti az orrodra, hogy merre kéne elindulni a továbbhaladáshoz, a térképen sincs semmiféle jelölés semmiről, amivel nem lenne baj, ugyanezt csinálta a Hollow Knight is, csak az jól, ez meg nem jól. És a harcok hiába jók meg taktikusak, annyira sokáig tartanak, hogy az ember szarrá unja magát tőlük. A sima alap ellenségeket is rémesen sokáig kell püfölni, hogy megdögöljenek. És én sehol nem találtam semmilyen módot a sebzés növelésére, úgyhogy a hosszabb arénák meg a boss fightok kinkeservesen sokáig tartanak. Emiatt sajnos a pozitívumai ellenére se fogott meg a Vernal Edge. Nem rossz játék, csak azokhoz a Metroidvaniákhoz képest, amiket eddig próbáltam, ez egy eléggé fantáziátlan darab. Ettől függetlenül a műfaj rajongóinak lehet, hogy megérhet egy próbát, hát ha megtalálják azt a plusz benne, amit én hiába kerestem, de nekem ez egy Metroidvania. És akkor most jöjjön egy másik Metroidvania, a Curse of the Sea Rats, bár ez egy fokkal szórakoztatóbban indult, mint a Vernal Edge, itt egy kalózhajó legénységét egy átok patkánnyá változtatja, és a visszaváltoztatásunk érdekében ki kell szabadítanunk egy varázsló fiát, akit elrabolt egy másik gonosz kalóz. Négyféle karaktert irányíthatunk, akiknek kismértékben eltérnek a statjaik, mindegyik patkány, úgyhogy ez tulajdonképpen egy Retroidvania. Én általában a nagy darab verőegeret használtam a harcokhoz, mert bivaly erős, és van egy tök jó élettöltő képes, és a kis kardosat a platformerkedéshez, mert neki a legjobb a desselése. A maradék kettőt is kipróbáltam, a kis késes nyurgaegeret, meg az ázsiai beütésű csajszit, de ők annyira nem győztek meg. Ezúttal egy nagy térkép van, nincsen szigetekre szétszedve, viszont cserébe van gyors utazás és mentési pontok, meg a szokásos rejtett cuccok, ezúttal ládák, amikben élet és egyéb töltők találhatók, vagy pénz, a jó kis zárt ajtók, különleges képességeket igénylő feladványok, stb. A grafika korrekt, a felfedezés jó, a bosszok szórakoztatóak, és a fejlődési rendszer is meglepően jól szuperál, főleg a visszatermő ellenfelekkel, amiknek hála grindolni is lehet, ha akarsz. Szóval a játék magabiztosan hozza az alapokat, de sajnos semmi többet, és még így is rohadtul idegesítő helyenként. A harc iszonyatosan nehézkes, főleg az elején, amikor még nem oldottad ki a dash képességet, az egy rémálom, de utána se lesz fáklyás menet. Tök mindegy, melyik patkánnyal vagy, a támadásaik lassúak és ütemtelenek, és nincsenek kombók se. Annyiszor sikerült félre suhintanom a különböző ellenségeket, hogy attól már hülyét tudtam volna kapni, és mellé minden rohadt nagyot sebez. A mászkálás már elviselhető, főleg az erre alkalmas patkányokkal, de itt se fenékig telj fel minden. Például a térképen sokszor nem egyértelmű, hogy merre lehet még elmenni és merre nem. Nem jelöli egyértelműen az átszobákat vagy a különböző mellékküldetések helyszíneit, például ha találkozol valami kis állatkával, aki kér tőled valamit, majd később vissza akarná menni, akkor sok sikert, mert nagy eséllyel fogalmat se lesz, hogy hol volt. Ugyanez a kulcsoknál, teljesen lutri, hogy éppen utal-e rá a játék, hogy hova kellenek. Ha felveszel egy kulcsot, akkor a legjobb, ha visszamész az összes zárt kapuhoz és mindbe belepróbálod, mert alapesetben fingot se lesz, hogy melyikbe passzol, néhány kivételes esettől eltekintve. Szerencsére a zárt kapukat jelzi a térkép, szóval legalább ennyiben kegyelmes a játék. Na de amiben nagyon nem, és ami miatt már egy agylerohadással egybekötött récskvit közelében jártam, az a mentés. A pálya adott pontjain tudsz menteni, az öreg szellem nagypapánál a mulánból, itt tudsz fejlődni és karaktert váltani is, és sehol máshol. Vagyis ha meghalsz, akkor minden esetben az utolsó mulán szellemhez teleportálsz vissza. Oké, annyiból jó fej, hogy legalább a közben gyűjtött kincseid megmaradnak. Meg azért, ha jól fejleszted a karaktereidet, akkor azért nem fogsz annyira sűrűn meghalni, szóval ez nem is akkora probléma, amíg el nem érsz a szakadékokhoz, ahol a játék átmegy Ninja Gaidenbe. Az a probléma, hogy ha leesel egy szakadékba, akkor azonnal meghalsz. Nincs második esély, nem csak az életedből veszítesz valamennyit, mint például a tüskéknél, ahol érdekes módon ezt megbírták oldani, nem. Itt azonnal mehetsz vissza a mentési pontra. És ez, kombinálva a sokszor kivehetetlen tűvékony platformokkal, a rohadék helyekre pakolt unfair ellenfelekkel, akiket leütni se lehet normálisan, mert a támadás továbbra is lassú és szar,
az össze-vissza fújó széllel, a knockback-kel és azzal a ténnyel, hogy a kis patkányunk nem mindig hajlandó megkapaszkodni a platformok szélében, már ettől meg is lenne az egész étkezésnyi svédasztalos hidegbaj, de ráadásul ez a drága Curse of the Sea Rats még crash-el is. Vagyis nem elég, hogy küzdesz a sok szarral, amit a kedves készítők kitaláltak a szopatásodra, de ha mondjuk esetleg sikerül, akkor simán előfordul, hogy egy helyszínváltásnál kidob a dashboardra és kezdheted az egészet előről, és ilyenkor még a cuccaid sem maradnak meg. Azért nagy nehezen túljutottam ezen a rohadék részen, de utána meg belefutottam egy olyan baromságba, hogy lementem a tipikus pókos pálya részre, ami ugye minden Metroidvania kötelező kelléke, és ott meghaltam, és nem az ottani checkpointra dobott vissza, hanem egy korábbira. Nem értettem miért, aztán kiderült, ahhoz, hogy a pókokhoz le tudj menni, fényre van szükséged, amit én vettem korábban a boltban, de az a halálommal elveszett, a boltban pedig nem tudtam újat venni. Bejártam az egész térképet, kinyitottam annyi kincses ládát, amennyit csak tudtam, és sehol nem találtam még egy lámpást. Közben még vagy 20-szor le is fagyott ez a szar, úgyhogy én tényleg adtam esélyt a Curse of the Sea Rats-nek, nem egyet, nem kettőt, rengeteget, de az én türelmemnek is van határa. Mondanám, hogy tegyetek vele egy próbát majd, miután kap néhány patchet és például működőképes állapotban lesz, de akkor se érdemes, mert van 200 ennél sokkal jobb Metroidvania, miért akarná bárki erre elcseszni az idejét? Úgy terveztem eredetileg, hogy a Resident Evil 4-jel fogom folytatni ezt a videót, de végül azt a demo után inkább elnapoltam, mert őszintén szólva annyira nagyon nem jött be, mint gondoltam. Bazd meg, faszért nem lehet kitérni? Miért nem találok el semmit? Úristen, mennyien vagytok! Mi van? Eltört a kés? Úgyhogy helyette inkább kihúztam végre egy címet a backlogomból, ami nagyon régóta rajta volt, a Mad Max-et. Konkrétan a megjelenése óta játszani akartam ezzel a játékkal, de valahogy mindig volt valami más helyette. Na de most eljött végre az idő, amikor nekiesek a sivatagnak a magnum opuszommal, és elmondom, hogy ez a játék egész jó. A Mad Max nem egy halálosan bonyolult darab, a komplet játékmenete össze van lopkodva mindenhonnan, a sztoria pedig leegyszerűsítve annyi, hogy Mad Max-et irányítva össze kell raknunk egy autót. Ennyi basszus! Természetesen a jövő sivatagját fogjuk bejárni gyalog vagy lóerőháton, vannak autós harcok, amik a pár évvel korábbi Rage-nek a továbbgondolásai, egyébként ez a legszórakoztatóbb és messze a leglátványosabb része a játéknak, amikor megcsákjázod valamelyik négykerekűt és kitéped alóla a kerekét, vagy félre ökleled, mint egy bika, az azért brutál menő. Ezen kívül bázisokat fogunk felszámolni és mindenféle szírszart gyűjtögetni, alá akármelyik open world játék, a verekedős részeket pedig elegánsan átvették az Arkham sorozatból. Ez persze nem baj, mert a Mad Max éppen a sok ismerős elem miatt működik. Mindent láttunk már korábban, de ettől lesz ez egy kellemes komfortjáték. Legalábbis számomra. Időről időre visszatértem hozzá egy-két órára, szágúdoztam a gyönyörű homokdűnéken, elbújtam a viharok elől, szétzúztam pár járgányt meg rossz fiút, gyűjtögettem a sok kacatot meg a benzint, amiből, mint kiderült, végtelen utánpótlás van. Én biztos vagyok benne, hogy emiatt volt ez az egész apokalipszis. A végtelen benzin miatt mindennek lecsökkent az ára, minden elértéktelenedett, bedőlt a tőzsde, összeomlott a kapitalizmus, és jött a barbár disztópia. Megiszol, legurítasz egy ilyen ampullával, megmutatom, hogy kell. Ez egy tök szórakoztató, kellemes időtöltés volt számomra, ráadásul van benne kihívás. Mind a bunyók, mind az autós harcok jó nehezek, úgyhogy van motivációd a gyűjtögetésre, fejlődésre. Jól kitalált cucc ez, amit az is bizonyít, hogy hosszú idő óta ez volt az első open world játék, amit végig bírtam vinni. Persze nem platináztam ki, de arra kb. 20 órára, amíg a sztorin végigmentem, meg egy-két mellékküldetést megcsináltam, abszolút lekötött. Az már más kérdés, hogy én azért ennél egy kicsit többet vártam ettől a játéktól, valami maradandóbbat, de soha nagyobb csalódást nem kívánok magamnak. Ekkor
ekkor még volt körülbelül másfél hét a The Last Case of Benedict Foxig, meg a Jedi Survivorig, úgyhogy komolyabb címbe már nem akartam belefogni, viszont az időt kitöltendő, teljesen random belekezdtem még egy Metroidvania játékba, ami az Islets címet viseli. Abban reménykedtem, hogy harmadik alkalommal már majd csak nem egy fércművet fogok ki, és szerencsére így is lett. Az Islets egy tök kellemes meglepetés. Semmi eredeti nincs a játékban, sőt, nagyon erősen Hollow Knight copynak is tűnhet, ugyanolyan az alaptámadás, hasonló a mozgás és a képességek, ugyanúgy neked kell megvenned a jelölőket a térképre, a bosszok is kísértetiesen emlékeztetnek a kis bogárvilág rossz fiúira, ahogy az egész látványvilág meg a humor engem a Hollow Knight-ot juttatta eszembe folyamatosan. Na persze, ez nem baj, mert imádom a Hollow Knight-ot, viszont itt sokkal egyszerűbb a fejlesztési rendszer és kevésbé egybefüggő a játéktér, legalábbis eleinte. Öt nagyobb szigetre van bontva a játék, amik között itt is a Wurmnel Edge-hez hasonló hajós utazgatással tudunk közlekedni, itt tudunk fejlesztéseket venni magunkra és a hajónkra, és még jó kis bullet hell bossokat is lenyomhatunk. Minden sziget fel van osztva különböző kisebb régiókra, ezeken belül különböző gimmikek vannak, mint a teleport felhő, mozgó platformok meg hasonlók, és ahogy haladunk, ezek a szigetek összekapcsolódnak egy összefüggő pályát alkotva, ami talán az egyetlen eredeti ötlet az Islets-ben. Ami viszont még így is meglepően tetszett. Lehet, hogy egy full copy az egész, de jó dolgokat lop jó helyekről. A felfedezés szórakoztató, tele van titkokkal az összes helyszín, a leegyszerűsített fejlődés a választható upgrade-ekkel meglepően feldobja az egészet, oda kell figyelni ugrálás közben, de ha nem kapkodsz, akkor folyamatosan tudsz haladni, a térkép jól használható, talán egy kicsivel több támadás elfért volna, viszont a harcok nincsenek túlnyújtva, de nem is könnyűek, a bosszok rendkívül szórakoztatóak, a játék nem hosszú, de nem is pofátlanul rövid, és ami a legfontosabb, működik. Amennyire csak időkitöltés céljából vettem meg az Islets-et, annyira magával ragadott végül. Ez egy tök jó kis Metroidvania, ami inkább beugró szint, mert tényleg eléggé alap, de aki szereti ezt a műfajt, annak kár kihagynia. De aztán végre jött az, ami miatt egyáltalán húztam ezekkel a címekkel az időt, megjelent a The Last Case of Benedict Fox, ami 2 óra után bebagolt, és kb. 1 órányi haladásomat dobhattam ki a kukába, mert egyszer sem mentett közben, úgyhogy részemről erről ennyit. Amúgy tetszett a játék, nagyon szép, hangulatos, érdekes, szóval lehet, hogy vissza fogok még térni hozzá, csak előbb megvárom, hogy a kedves készítők hát ha kipecselik az ilyen aprócska kis hibácskákat, minthogy nincs a játékukban mentés. Végezetül a mai nap főfogása Jedi Survivor. Egy kicsit kockáztattam ezzel a játékkal, mert az előző része, a Jedi Fallen Order nem igazán tetszett, nagyrészt a Souls-like-ra hajazó harcrendszere miatt, meg a főhős Cal Kestis feje engem rohadtul idegesített. Nem tudom miért, de legszívesebben addig ütném egy baseball ütővel, amíg felismerhetetlen massza nem lesz belőle, pedig semmi okom nincs rá, ez kicsit ilyen Andrew Garfield meg fiatal Tom Hanks effektus nálam, és sajnos 2019 óta a Star Wars iránti rajongásom is a nullához kezdett konvergálni, úgyhogy már a fénykard susogása meg a birodalmi főtéma se indít meg bennem semmit, és mégis a Jedi Survivornek valahogy sikerült átütnie az ignorancia pajzsomat, és ahogy egyre több videót láttam róla, és egyre közeledett a megjelenés, úgy éreztem egyre jobban, hogy ez nekem kell. Nem is bírtam magammal, pedig a Wanted Dead után megfogadtam, hogy nem rendelek elő játékot, megjelenéskor már ugrottam is bele Cal Kestis újabb kalandjába, és hát gyerekek, ne tudjátok meg mekkorát koppant a szívemről leeső kő. Ez a játék nagyon fasza. Ugyanaz az alapkoncepció, mint az első részben, ugyanúgy kicsit Souls-like az egész, a mentési pontokként funkcionáló meditációs körökbe lépve újra töltődik az életünk, de respawnolnak az ellenségek, ugyanaz a counterre és kitérésre alapozó közelharci mechanika van itt is jelen, ugyanúgy tele van a játék izmos bosszokkal, a pályák még mindig szerteágazóak, rengeteg rejtett cucca, mellékutakkal, shortcutokkal, és igen, megmaradtak a semmire se jó gyűjtögethető ruhák meg lézerkardalkatrészek, ez mondjuk rohadtul nem hiányzott. Ja, és megint van egy irritálóan nehéz opcionális béka boss, lehetetlen együttéssel gyilkoló támadásokkal, csak hogy a kedves készítők megint jól megszivathassanak mindenkit. Bekaphatják. Szóval nagyrészt ugyanaz a recept itt is, mint 4 évvel ezelőtt, viszont a játéknak pont azt a két elemét fejlesztették a legtöbbet, amit én a legjobban utáltam a Fallen Orderben. A harc sokkal jobb, mint ott. Vagy legalábbis nekem valóbb. Kevésbé taktikus, inkább hack and slash-ebb, és ez rohadt jót tett neki.
Nem lassú tötymörgés van, hanem gyors kaszabolás, ahogy egy igazi renegált Jedi is tolná. Nem óvatoskodik, nem számít ki minden ütést, neki megy a parasztnak, aztán lézernyásra húzza. Persze lehet taktikázni, de nagyon értékeltem, hogy a játék nem büntet, ha inkább csak szeletelnék. Nincs annyira kicentízve az élettöltők száma, a támadás erőssége és az ellenségek életereje sem. Nagyon tetszett, hogy végre nem érzem azt, hogy én vagyok a galaxis legnagyobb csírája, és a kettőnél több droid jön szembe, akkor garantáltan ledarálnak, hanem végre én lehettem a mindenkit levágó István. Persze azért vannak kemény összecsapások, de semmi olyan, amit ne lehetne kezelni, legalábbis normál fokozaton. Talán egy boss fight kivételével a vége felé, de azt spoiler miatt nem akarom elárulni. Na ott egy kicsit magasabban van a nehézség, mint általában, de az is megcsinálható, csak kicsit meg kell rágni a kontrollert közben. Lehet, hogy ez a Souls-fanoknak negatívum, és ezt meg is értem, de mivel hülyét kapok attól a harcrendszertől, így tojok rájuk. Fénykardozni rég volt ennyire szórakoztató, az erőhasználat is kényelmes, a nehézség pont ideális, a fejlesztéseknek van értelme és nem kell órákig grindolni értük, tényleg le a kalappal, hogy ezt így összerántották. A másik dolog a Skull Kestis. Hál' Istennek itt már nem akartam epét hányni a feje látványától, azért néha még így is kinyílt a bicska a zsebemben, volt egy-két beállítás, ahol azért oda csaptam volna neki, néha meg úgy nézett ki, mint Mitchell a modern családból, de a lényeg, hogy elbírtam viselni, és ezt egyetlen dologgal érték el a készítők, arcszőrzetet adtak neki. Wow, micsoda leleményes megoldás, és így át is lehetne nevezni, Skull Kestissé. A helyszínek gyönyörűek, bár annyira nagyon változatosnak nem nevezném őket, inkább csak hozzák a kötelezőt. A kb. 20 órás kampány alatt azt hiszem 4 vagy 5 különféle bolygón fordulunk meg, leszünk sivatagban, városban, mocsaras területen, holdbázison, és ennyi. Viszont minden pálya fantasztikusan ki van dolgozva, és hasonlóan fantasztikusan néz ki. Ahogy az átvezetők is, meg a scriptelt részek. Néha csak ültem a képernyő előtt, és nyáladzva bámultam a látványorgiát. Történet jó, bár ez inkább az utolsó 2-3 órának köszönhető. Említettem már, hogy mostanában egyre kevésbé kötnek le a játékok történetei, és sajnos ez is ebbe a kategóriába esett. Viszont a végére, amikor felcsavarják a téteket, jönnek a fordulatok, a váratlan húzások és a valóban átélhető drámai súlyos döntések, ott azért beindul a jó öreg Star Wars varázslat. Az is nagyon jó, hogy ha találsz valami gyűjthető cuccot, amit el lehet olvasni, akkor nem 8 oldalas novellákat dobál eléd a játék, hanem 3-4 soros kis összegzéseket, ami még éppen az a mennyiség, amit én speciál simán hajlandó vagyok elolvasni, úgyhogy meglepően sok kollektívülön rágtam át magam. Azért nem tökéletes játék a Jedi Survivor, technikailag vannak vele gondok. Akadások, FPS droppok és bugok egyaránt előfordulnak. Szerencsére utóbbiak közül nekem nem volt game breaking, csak néha furcsaságok történnek, a semmiben a karakterek, a fáklyák kölcsönkérik a fényüket a Minecraftból, és kétszer is előfordult, hogy teljesen elment a játék hangja, amit csak egy totális újraindítás javított meg, mindez már az első komolyabb patch után. Szóval azért vannak itt problémák rendesen, de ezen kívül nem nagyon tudok mibe belekötni. Van egy-két idétlenebb pillanat, például ezek a Ratchet & Clank-et idéző falonugrálások meg drótcsúszkák, vagy amikor Kál két fénykarddal fut, az nagyon idiótán néz ki, meg pár következetlenség előfordul mind a sztoriban, mind a játékmenetben. Például, hogy a falon futás nem működik akárhol, csak ahol a játék előírja, ami kicsit idegesítő néha, akár csak a magasból leugrás, amit csak ott tudsz halál nélkül megcsinálni, ahol nem tilos, máskülönben megölnek a levegőben keringő midichlorianok, vagy hogy a fénykarddal simán átvágunk mindenen, kivéve azt az egy darab drótkötelet, amit egy logikai feladvánnyal kell kibontani, meg hogy van az, hogy már a játék elején képesek vagyunk falakat ledönteni az erőlökéssel, de egy egyszerű rács le- és felmozgatásához külön képesség kell. Meg néha Kál totál inkonzisztensen viselkedik, bárkit felkapunk és eldobunk bármikor a játék elejétől kezdve, de az egyik első átvezetőben valamiért Kál ezt elfelejti, és ha nem mentenek meg minket, akkor itt lenne vége a játéknak. Meg van egy jelenet, ahol Kál az erő segítségével kiolvassa egy robot memóriáját. Azt hogy? Ez ilyen hekkelő erő? Illetve engem speciál továbbra is kilök az élményből, hogy egy meditálásnál újra teremnek a birodalmi rohamosztagosok meg a droidok. Ez egy klasszikus fantasyben oké, de ebben a Star Wars környezetben nekem továbbra is teljesen értelmetlen, de legalább itt már nem kell annyiszor alkalmazni, mint az első részben. Szóval összességében a tökéletestől messze van a Jedi Survivor, de néhány hibáját leszámítva, amiknek egy része ráadásul javítható, ez egy istentelenül királyjáték. Hatalmas előrelépés az első részhez képest, meg nagyjából bármihez képest, ami azóta Star Wars címmel bárhol megjelent. Csak ajánlani tudom.